Falunap Szárföldön. Horváth Ferenc polgármester elmondta, több mint 20 éve ünneplik a település napját június utolsó szombatján. Idén is változatos szórakoztató programok várták a község lakóit. Tisztelettel köszöntöm a Rábaközi televízió nézőit a Szárföld falunap alkalmából. Immár több mint 20 éve ünnepeljük minden június utolsó szombatján a Szárföldi falunapot. Úgy gondolom, a programon már sokat nem tudunk változtatni, mert már annyira megszokták az emberek, hogy reggel minden évben kezdjük a horgászversennyel, délet főzőversenyek, 11-es rugóverseny, délben jajbédhez szólónak, majd délutáni időpontban mindig az óvodások, iskolások és a hagyományozó egyesületnek a műsora következik, majd utána fellépők következnek Veszkényből, Kapuvárról, vagy idén a Tajtiboly lesz a vendégünk, majd utána Bál lesz a sportéren. A falunapról nem maradhat ki a jó kis bogrács is. Természetesen nagyon sokan vannak, hál' Istennek, akik bográcsoznak külön. Őnekik nagyon köszönöm, hogy elvállalják és jönnek minden évben főzni, mert ez jól esik nekünk is, és ezzel emelik a színvonalat a falunap alkalmából. A falunapon felléptek a szárföldi óvodások és iskolások. A gyerekek néptáncot és körjátékokat mutattak be. Oh,